Idén áprilisban fogadta el az országgyűlés az új 2012. évi kettes szabálysértési törvényt, melynek értelmében az önkormányzatok helyi rendeletben már nem állapíthatnak meg szabálysértési tényállást, azonban az új önkormányzati törvény lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy tiltott közösségellenes magatartásokat határozzanak meg, és akár közigazgatási vagy helyszíni bírságot szabjanak ki. E törvényi változások következtében alkotta meg városunk képviselőtestülete a május ülésén a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet. Tiltott közösségellenes magatartásnak minősül az a cselekmény, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes. E rendelet a következő tevékenységeket határozza meg. 12 ilyen tényállást határoztunk meg a rendeletben. Többek között a, közterületek rendjének fenntartásával, közterületek használatával kapcsolatos szabályokat fektettük le. Ennek értelmében például nem lehet a közterületen, illetve emlékművön, utcabútorokon, mondjuk padokon, lépcsőkön, templom előtti területeken, görkorcsolyával, gördeszkával vagy kerékpárral közlekedni. Ezentúl tilos lesz és büntetést von maga után, ha közterületeken lévő virágokat, disznövényeket letépik, károsítják, csonkítják vagy fára hirdetést helyeznek ki. A játszóterek eszközeinek rongálása, a játszóterek nyitvatartási időn túli használata, valamint a kutyák játszótéren való sétáltatása is szankciókat vonhat maga után. A közterületek rendjénél nagyon fontosnak tartom, hogy közterület használati engedély nélkül lehetőleg ne helyezzenek el semmiféle hirdetményt, a közterületeket ne használják árusítás vagy bármiféle célra, illetve itt nagyon fontos új tényállásként vezettük be a bódítószerek használatát közterületen, tehát ez az úgynevezett szépúzást is megtiltotta az önkormányzat. Tiltott közösségellenes magatartást követel az előírások szerint az a személy is, aki nem helyezik jól látható helyre a házszámtáblát, vagy annak cseréjét és pótlását nem végzi el. Ez az önkormányzati rendelet az állattartás egyes szegmenseit is bünteti szankcionálja. Az ingatlan tulajdonosok úgy kötelesek elkeríteni az ingatlanukat, hogy lehetőleg az az állat ne menjen át a kivétel ugye a macskák, tehát az az állat lehetőleg nem menjen át a szomszédos ingatlanra, és ne zavarja, vagy ne veszélyeztesse az ott lakókat fontosnak tartanám azt is, hogy például a, olyan lakó negyedekben, ahol tehát nem családi házak, hanem lakások vannak. Az állata a közös használatú helységeket ne szennyezze. A rendeletben új szabályokat fektettek le a mezőgazdasági zöld hulladék égetésével kapcsolatban is. A levegő tisztaságáról szóló törvény megtiltotta azt, hogy a településeken égetési tevékenységet folytassanak a lakosok. Ezt az önkormányzat valamilyen módon enyhítette azáltal, hogy szabályozta a mezőköves közigazgatási területén belül az égetésnek a szabályait. Ez azt jelenti, hogy hétköznapokon a mezőgazdasági termelésből származó hulladékot, illetve a kerti hulladékot, tehát a leveleket, gyomgaz növényeket, el lehet égetni, hogyha elszáradtak, vagy fáknak az ágait, de úgy, hogy az a szomszédokat ugye ne zavarja, ezért határoztuk meg azt, hogy ugye hétfőtől péntekig 5 órától, reggel 5 órától 7 óráig lehet égetni, illetve délután 6 órától 7 óráig. Szombaton és vasárnap tilos az égetés, illetve amikor tűzgyújtási tilalom van, akkor természetesen tilos, de erre felhívjuk a lakosságnak a figyelmét. A most megalkotott rendelet szabályozza a növények és fák ültetését is. Az ingatlan tulajdonosok vagy birtokosok az ingatlanuk határvonalától számítva egy bizonyos távolságon túlültethetnek túl ültethetnek mondjuk fákat, bokrokat, cseréket. Ez attól függ, hogy az, annak a fának a magassága az egy métert elírje, vagy egy méter három méter között, illetve három méter fölötti. És ö, például sövényeket, ö, vagy kisebb cseréket fél méter, az ingatlan át ott számított fél méterre kell ültetni. Továbbra sem lehet senkinek más ingatlanán vagy közterületen elhelyezni hulladékot, illetve tehát illegálisan, csak a, a kijelölt hulladék lerakókban, illetve például az ingatlan tulajdonosoknak gondoskodniuk kell arról a továbbiakban is, hogy a közterületre, a járdára kilógó ágaknak, tehát fáknak az ágait levágják, galjazzanak és próbálják meg a portájuk előtti területet is rendezetten tartani. Az e fajta tevékenységek észlelését, ellenőrzését a közterületfelügyelők végzik majd, ezek esetében hivatalból indul eljárás. A közösség ellenes magatartás elkövetőivel szemben 5000-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 5000-től 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A rendelet teljes szövegét a város honlapján a www.mezőkövest.hu oldalon, a polgármesteri hivatalban kifüggesztve, valamint a mezőkövesdi újság 12-es és 13-as számában olvashatják el.